3. Álarc alatt Közeledett az operabálok évadja, már pedig Párizsban az operabál az a hely, ahol az ember legjobban unatkozik, és ahová ésten tudja miért, mégis a legnagyobb örömmel tér mindig újra vissza. Mári örömmel várta ezt az időszakot, és eltökélte nem mulaszt el egyetlen bál sem. Mári egyébként okos nő volt, mint ilyen, lovagja kísérletére, csupán addig tartott igényt, mi meg nem érkeztek. Mihelyt beléptek az előcsarnokba, visszat a lovak szabadságát, miután találkozott beszélt meg vele, hogy együtt térjenek haza, vagy együtt menjenek el vacsorázni. Az első szombaton minden úgy zajlott le, mint máskor. De alig, hogy Mári ott hagyta Eduard, a fiatalembe érezte, hogy valaki megragadja a kezét. Hátrafordult. Nem vár senkit? kérdezte a dominó, akit úgy elrejtett, Beburkult, körülfogott a kámzsája, hogy lehetetlen volt felismerni. Senkit. Fölajánlod a karodat? Örömmel, felelte Eduárd, miközben megszólította a finom és arisztokratikus kezet, szeméről próbálta felismerni a nőt, aki így odajött hozzá. Fölösleges találgatnod, mert nem ismersz, mondta Domino. Hát te ismersz engem? Nagyon is jól. Bizonyíts be. Mi sem egyszerűbb. De mivel az, amit mondani akarok, csak téged érdekel, felesleges, hogy mások is hallják, kövess tehát. És az ismeretlen nő merészen keresztül vágott a tömegem, még egy páholyhoz nem ért. Ott a kémlelő nyilvánosan bekopogott, egy másik dominó nyitott ajtót kiment, és az ismeretlen egyedül hagyta Eduárdal. Szereted már itt? kérdezte az ismeretlen nő. Attól függ? Mit jelentsen ez? Hát, mint barátnőt nagyon szeretem, mint szeretőd, mérsékelten. Hát, Luizét szereted -e? Kevésbé, mint hittem. De talán jobban, mint hiszem, felelte mosolyogva. Milyen napokon vagy szomorú? Az állarcos bálokat követő napokon, például holnap. Miért? Mert túl sokat és túl keveset láthattalak. Pedig ma már nem látsz többé. Nyugodj bele, de hogy megvigasztaljalak, elárulom, hogy szép vagyok és fiatal. Hettől holnap még szomorú leszek. És mitől vidámodnál fel? A viszont láthatnálak, vagyis inkább láthatnálak. Látni fogsz. Mikor? Holnap. Hol? Hát számít az, ha láthatsz. És később is láthatlak? Talán. Fel foglak ismerni? Nem. Ki vagy hát? Ki vagyok? Egy nő, aki még sohasem beszélt veled, és aki szeretett volna megismerni. Ah, és most Isten veled, – Elmégy. – Igen? Miért? El kell mennem? Férnél vagy? Kérdezte Eduár, mert jól tudta, hogy ez a feltevés mindig hízelgő egy nő számára az állaszos bálon. Nem? Együtt megyünk el? Balga gyermek. Miért balga gyermek? Mert lehetetlen! De miért lehetetlen? Azért, mert még nem szeretlek eléggé, és mert talán már is túlságosan szeretlek. Úgy beszélsz, mint egy szfinx. Igyekez úgy felelni, mint egy oidipusz. Szellemes vagy? Néha. Van szíved? Mindig. Tudod, hogy követni foglak? Tudod-e, hogy megtiltom? Milyen jogon? Nemem em jogán, és te, mint gáláns férfi tartozol engedelmeskedni. Akkor hát Isten veled. Isten veled, feledékeny. Eduard kezet csókolt az ismeretlen nőnek, aki kinyitotta a páholy ajtaját, és eltűnt a tömegben. Azután Mari keresésére indult, megtalálta, és az éjszaka hátralévő részében, ha nem is szomorú, de mindenképpen zaklatott volt. Másnap egyetlen lépést sem tett anélkül, hogy ne nézett volna maga elé, hátra vagy oldalt. Fürkésze pillantott minden arcba, kérdően minden szembe, de egyetlen jelet sem látott, ami felismerhette volna dominóját. Estére egészen kétségbe esett. Amikor hazatért, a házmester átadott neki egy finom, kecses írással megcímzett levelet, ez volt benne. Olyan vagy hát, mint azok, akikről az evangélium azt mondja, van szemük és sem látnak, ha síta közben nem előre hátra tekingetsz, hanem fölfelé megláttál volna. A boldogság a mennyből jön, tekints rád az égre. Megint egy kárba veszett nap. A te bajod, viszont látás a szombaton. Mindenről egy szót se, vagy soha döbén nem látsz. Jó éjszakát! Édvár verte a fejét, az orrát vakarta, kikérdezte a házmestert, egy óra hosszat állt merőn egy helyben, nézte, hogyan ég a gyertyája, és újra meg újra elolvasta a levelet. Végül, mint hogy semmire sem jutott, úgy döntött, hogy lefekszik. Mégis, bármilyen hihetetlen, bármilyen fecsegő is volt egyébként Eduard, barátai nem merte beavatni a kalantitkába, attól félt, hogy csúfot üznek belőle. Ahányszó csak szóba hozták az opera bált, mindig azt várta, hogy most már úratni fogják, és mindenki kigonyolja. Bizonyos türelmetlenséggel várta hát a következő szombatot, de hiúsága csak kíváncsiságának nevezte ezt az érzést. Egyébként mindeddig nem igen hitt az állarcos báli kalandokban. Azt gondolta, hogy ez csupán regényírói fogás a valóságban nem eshet meg. Az ő kalandjai rendesen még aznap befejeződtek egy vacsorával, meg volt át győző, róla, hogy csak ilyen befejezés lehetséges. Mégis volt dominója hangjában, viselkedésében, szavaiban valami szokatlan. Annyi méltósággal parancsolt rá, hogy nem merje követni. És másnapi levelében annyi rejtelem lappangot, hogy Eduard teljesen beleveszett feltételezései szövevényébe, épp úgy, mint Tézeusz a labirintusba. És nehezre esett kivárna szombatot, hogy meg nem mutassa a levelet valamelyik barátjának, nem azért, hogy a rejtét csak hogy legalább a véleményüket hallja. Eljött a várva várszombat. szombat. Edvard az esét Marival töltötte, Mari habozott, elmenjene a bálba, és végül úgy döntött, hogy otthon marad. Edvard Mari döntésében is összeesküvés gyanított. A lehető legébben figyelte a fiatal nőt, hiába, semmi egyebet nem sikerült arcáról leolvasnia, mint az, hogy fáradt. És mivel az előző bálon nem valami jó szórakozott, tart tőle, hogy a mai egyenesen unatkozni fog. Edward éjfélkor otthagyta Marit, azzal az ügyjel, hogy találkát adott két barátjának. Első dolga, hogy benéz a páholyba, ahol egy héttel ezelőtt bevezették. A páholy üres volt. Visszament az előcsarnokba, és időnként bebenézett a szerencsés páholyba. Végre hajnali egy óra körül érezte, hogy egy kéz megérint a vállát, és valaki halka megszólította. Várják! Hol? A húszas páholyban, köszönöm, valóban a húszas páholyhoz érkezve ott találta minden heti dominóját. A szíve erősebben kezdett dobogni. Pontos vagyok? kérdezte a hang, amely hetente egyszer a fülébe csengett. Igen, mint egy hitelező. Kedves hasonlatai vannak. Hát nincsen megfizetni való adósságom. Hála adósság a kedves levele írt, amely nappal álmodozásra késztet, éjszaka nem hagy aludni. Ezentúl mindig ilyen banális lesz? Ezentúl mindig ilyen gonosz lesz? Miért gonosz? Már nem tegez. Talán épp ez a haladás. Akkor hát a hosszabb utat választja. Ne tréfáljunk, szomorú vagyok. És mi baja? Kérdezi Eduard olyan ember hangján, aki komolyan megijedt. Hogy mi bajom? Válaszolt az ismeretlen, miközben merően ránézett, mint a csak olvasnak a szívében, és a gondolataiban. Az, hogy attól félek, szeretem. Ha ilyeneket mond nekem, elvesz az eszemet. Miért lenne baj, hogy szeret engem? Baj, mert nem tartozom azok közé, a nők közé, akik sokat ígérnek, de semmit sem adnak, és félek, hogy ez a szerelem lesz a vesztem. Jól van, gondolta magába Édoárd. Végre rendes került az ügy. Három frank a kocsi út oda hatvan frank a vacsora, három frank a kocsi visszafelé, ez összesen hatvanhat frank. Mire gondol? Arra, Feleti Eduárd, és nem bírt elfújtani egy mosolyt, hogy mióta a földi paradicsomban Éva azt mondta Ádámnak, épp eleget ismételték már, ide jelene valami újabbat kitalálni. – Isten önnel! – Elmegy! – Nyüllölöm! – Üljön le, kérem! – Figyeljen ide! – felelte a dominó. – Ön nem ismer engem. Én olyan nő vagyok, aki képes életét és lelkét adni azért a férfért, akit szeret, aki heves a szerelemben, de gyűlöletében rettenetes. Ijesztő, ugye? Csak a gyűlölet. Hisz valamiben? Mindenben. Gondolja, hogy egy korombeli férfi már minden hitét elvesztette? Azt hittem az önkorában még nem hisz az ember. Miért? Mert nem szenvedett eleget, és túlságosan sokat szeretett. Ön téved, hölgyem! A könnyes futószerelmek tudatunkat is alig érintik, nemhogy lelkünket emésztenék, Egyszer csak jön egy asszony, aki kihújt szerelmeink hamuja alatt, csodálkozva leli meg érintetlen szívünket, mint pompejt a vezup hamuja alatt. Igen, érintetlenül, de holtan, suttogta az ifjú ismeretlen. Nos, tegyen próbára. Hát, ha azt mondanám, minden fel kell áldoznia értem. Búcsúzzon el örökre szeretőitől, s a futókalandoktól naponta kockáztatnia kell életét csak azért, hogy egy pillanatra lásson, és nem mondhatja soha, sem a legjobb barátjának, sem az édesanyjának, sem Istennek, amit megteszek önért, de mindennapos veszély, az örökös titklózás fejében olyan szerelmet kap, amilyet nem ismert. Elfogadnám. És ha még azt is mondanám, egyszerűen elmúlik a szerelmem, és akkor egyetlen szó szemrányás nélkül, minden ellenvetés nélkül el kell tűnni az életemből. Ha pedig közel megcsalna, vagy akár csak fecsegne, megölöm, úgy is elfogadnám, mondta Eduárd, a Róma megmentésre esküvő horácius hangsúlyával, miközben magában azt gondolta, keringettét. Ilyen nőt szeretnék én látni, rögtön kitömetném, most pedig tépjél a levelet. Nagyon jó. Holnap meg tudja nevemet. Ki mondja meg nekem? Majd kicanálja. Miből? Ha megmondanám, miből, nem hagynék semmi munkát az eszének. Mihelyt meg tudja a nevem, látni is fog. Négy órakor pedig menjen haza, és várja parancsaimat. Holnapig szakítaniak kell Marival. A viszontlátásra megígéri. Esküszöm az ismertlen hölgy csatlakozott ahhoz a nőhöz, aki kísérni szokta, aztán mindketten lementek a fölépcsőn, ügyet sem vetve a rájuk záporozott réfákra, spajzán felhívásokra.